Hatalmas robajra lett figyelmes a Mátyás Király utca központi része, egyik pillanatról a másikra omlott be egy családi ház. A föld alatt futó vízvezeték egész egyszerűen felrobbant. Hát ez elég komoly fennakadást okoz, ugye már forgalom miatt is, ugye, hogy nagy hatalmas a forgalom a Mátyás utcán, úgyhogy hát más nem tudok mondani. Annyit érzékeltünk, ugye, hogy le lett zárva az út, az üzletbe ugye nem nagyon jöttek a vevők se, úgyhogy ennyit érzékeltünk belőle. A szembe szomszéd azonnal felfigyelt a hatalmas zajra, át is ment a házba, még őt is meglepte, amit látott. Ő még ilyet nem látott, de én sem. Én hazajöttem, és azt mondtam, hogy ez egy valami nagyon nagy tragédia. Most el lehet képzelni, hogy egy életem munkája. Egy életem munkája, de nem egy kis dolog ez. És azért tulajdonképpen nem az ő hibájuk, mert ugye... Rossz állapotban volt a vezeték. Hát azért ez már legalább 70 évesek ezek a vezetékek. És már jó pár évvel ezelőtt megígérték, amikor itt az utca alján volt egy csőtörés, akkor azt mondták, hogy nem temetik vissza sokáig, mert hogy ezt ki kell cserélni. Azóta se történt meg. És tulajdonképpen most aztán ez jóval nagyobb baj. Ez jóval nagyobb baj. A házba azóta sem lehet bemenni, úgy tudjuk, hogy a konyha, az étkező és a fürdőszoba szakad be. Én még ilyet bemegyünk, és amikor megláttam, nem, ezt nem hiszem el. A falon egyedül, ami megmaradt, az a kredencnek a teteje, a többi minden beborulva. Hát én mondom, hogy én esküszöm, mintha a bombáztak volna, vagy nem tudom. Mentesi József évtizedek óta ismeri a szerencsétlenül járt házaspárt, közvetlen az omlás után bement a házba. Mit látott bent, amikor bement? Tragédiát. Hanem az, hogy egy ház belülről így összeomoljon, ez nem tudom, kinek van ebbe. Hát a katasztrófa védőknek biztos van ebbe, nem kell abasztal a tragédiájuk, hogy ilyet láttak, de nagyon szomorú lett. De lakhatatlan a ház, és tulajdonképpen nem tudott szobákban már nem tudtak bemenni. Leomolva minden, alatta van egy régi pince, amit nem használtak, de annak idején, amikor ez a ráépítés épült, akkor itt volt a tervező, és azt mondta, hogy stabilak a falak, rá lehet építeni. És hát, hogy aztán végül a csőtörés már csak az okozhatta az egészet, mert maga a pince stabil volt, de úgy látszik, ott a altalaj vagy valami annyira átázott már, meg nem tudni azt, hogy mióta volt ez a csőtörés. A tulajdonosok egyelőre nem tudnak visszaköltözni, mert a ház lakhatatlan és életveszélyes. Itt a szomszédban is egy külön vezetéken érkezik a tragédia óta a víz. A polgármester arról tájékoztatta a Pilis TV-t, hogy ezt a problémát már évek óta meg kellett volna oldani a szolgáltatónak. A Sajmári önkormányzat már több ízben jelezte, hogy a vízvezetékek katasztrofális állapotban vannak. Valószínűleg előtte is folyt már, és a mellettünk levő háznak az alapját átáztatta, és egy feltömedékelt pincébe befolyt, ezt a pincét teljesen kimosta, és ennek hatására az épület egy picit megrogyant, majd a két központi helyisége az gyakorlatilag beesett a pincébe. Ilyet valóban nem nagyon láttunk még, de még a katasztrófavédelem szakemberei is csodálkozva nézték, hogy egy háznak a fél szobája, a fürdőszobája és a konyhája lenfekszik az üregben. Hatalmas szerencse, hogy a tulajdonos kiment a házból. A javítási munkálatok idejére biztos marad a félpályás útlezárás. A Mátyás Király úton lévő virágüzlet tulajdonosa évtizedek óta dolgozik itt. Azt mondja, gyakori erre a dugó, de most a félpályás útzár miatt nagyon türelmetlenek az autósok. Nem indul el kapásból, tehát ez borzasztó, tehát vagy be akar kanyarodni a postához, akkor ledudáljuk, mert nem érünk rá egy fél másodpercet sem. Tehát, hogy igazából én ezt látom, ez a fennakadásnak, igen. Türelmetlenek az emberek. Türelmetlenek, igen. Főleg a reggel 7-től 9-ig és a délután 4-től 6-ig időszakban okoz komoly fennakadást a félpályás közlekedés. Hogy szokott lenni? Az mindig. Mindig. Nem csak itt, az egész környéken. És szerint, ha ezt most itt lezárják? Igen, itt lakom, igen. És mit szól ehhez? Hát nem tehetünk, már nem tehetnek róla, hogy lezárják. Hát láttam, hogy be van szakadva a járda, úgyhogy gondolom megcsinálják valamikor, de rémes. Dugó szempontból? Igen, igen, most is elfelejtettem kerülni, és harapom magamra. A forgalmi szempontból csak a katasztrófa egésznek, igen. Miért? Hát az egysávos útozárás miatt is.
Sajnos mennem is kell. Sziasztok! A házat azóta alátámasztották, jelenleg is zajlanak a vizsgálatok, hogy hogyan tudják újra felépíteni a belső részt. Egyelőre azt sem lehet tudni, hogy mikor lesz vége a félpályás útzárnak. A legnagyobb probléma az, hogy nincs kerülő út a város felé.